valamelyik nap sikerült kevés időm ellenére teljesen véletlenül beletekintenem a parlamenti vitába, ahol miniszterelnök úr szokásosan rendkívül jó válaszokat adott, rendkívül jó beszédet tartott, és hihetetlen jó válaszokat azoknak az embereknek a kérdéseire, felvetéseire, akire nehéz szívvel mondom azt, hogy államférfiak, mert akik ott hozzászóltak, tisztelet a kivétel az ellenzék részéről, nem tudom, csak indulatosan tudnék fogalmazni, még némikor a miniszterelnök úr is elvitte a lendület, ahogy hallgattam a hozzászólását. Rendkívül fel voltam háborodva. Nem hiszem, hogy én vagyok itt az egyetlen, aki, meg a miniszterelnök úr, meg az országgyűlés, aki jól látja a helyzetet és aggódik az országunk és Európa jövőjéért. Én azt hiszem, hogy aki, édesapám mindig mondta, hogy ha egy valaki azt mondja, édes fiam, hogy nincs igazad, akkor még arra legyinteni kell, ha ketten azt mondják, akkor már gondolkozz el rajta, ha hárman, akkor valószínűleg nincs is igazad. Úgyhogy én nem tudom, hogy a parlamentben ülő ellenzék mire gondol, vagy kinek az érdekeit képviseli, de az, ami most itt történik, és még azt is mondják, hogy az emberek ne menjenek el szavazni, az egyszerűen engem felháborít. Én azt hiszem, hogy Török Bálinton mi élen fogunk járni, azt hiszem, hogy Török Bálinton érvényes, legalábbis mindent meg fogunk azért tenni, hogy megmozgassuk az embereket, és érvényes népszavazás legyen Török Bálinton, és bebizonyítsuk, hogy nem csak akkor mennek el az emberek szavazni, amikor a pénztárcájukról van szó, hanem akkor is, amikor a nemzet jövőjéről van szó. Azt hiszem, hogy mi itt példát fogunk majd mutatni. Mi egy befogadó nép vagyunk, tehát rólunk aztán nem mondhatja senki a nagyvilágban, hogy mi ezt nem tesszük meg. Mai napig is azt mondom, hogy ha a világ bármely részéről idejön hozzánk egy ember, aki azt mondja, hogy őt üldözik, és az élete veszélyben van, persze természetesen megpróbálja magát még igazolni is, mikor átlépi tisztességesen a magyar határt, akkor én azt mondom, hogy azon az emberen segíteni nekünk kötelességünk, meg is tettük. Nagyon sajnálom, hogy Magyarországon, hogy azt mondják mostanában, hogy összehasonlítják a 1956-os forradalom, hogy akkor persze magyarokat befogadta Európa, Magyarország most miért nem fogadja be a migránsokat. Erre csak egy valamit szeretnék mondani, hogy az én szüleim is végigérték 1956-ot, volt olyan család, ismerős család, aki nem is egy, aki távozott az országból, mert az élete veszélyben volt. Ezt csak azért mondom el, mert előttem vannak azok a filmkockák, hogy segítik át a családok egymást a magyar-osztrák határon, mennek át a hidon, a folyón, derékig vannak a vízbe, viszik a gyereket, a feleség, a csomag, egyebek. Amikor itt elindult talán a keleti pályaudvarról a migráns áradat Ausztria felé az autópályán, magam is kimentem megnézni az embereket. Itt végig életerős emberek mentek az autópályán. Némelyek még elég vidámak is voltak, rosszul nem nagyon néztek ki. Kevés hölgy volt közöttük, még kevesebb gyerek. Jó sokan ülünk itt, hál' Istennek, férfiak is. Kérdezem én, hogyha az ország, a családunk veszélyben vannak, ki az első, akit menekítünk? Nem a gyermeket, a feleségemet, a édesanyámat próbálom az országból kijuttatni. Nem ők az elsők azok, akiket a veszélyes helyről megpróbálom egy békés másik országba eljuttatni, én pedig védem az otthonomat és védem az álmat, nemzetemet. Mindenkinek most meg kell mozdulni, október 2-a rendkívül fontos időpont. Annyiban különbözik sok más szavazástól, voksolástól, választástól, hogy most nem pártokról kell dönteni, hanem egy olyan kérdésről, amelyik összeurópai kérdés, és Európának szerintünk a 21. században a történelmét az első felében a legnagyobb mértékben meghatározza. Mert ez a kérdés, még annál is, jóval inkább súlyos kérdés, jóval inkább égető, mint amit gondolnánk. Az a veszély, ami Európára és így Magyarországra is leselkedik a következő években, évtizedekben, az jóval nagyobb, mint amit most el tudunk képzelni. Egész egyszerűen én is magam is, amikor jobban megismertem annak a közel-keleti térségnek a világát, persze tovább is csak elmondásokból, nem személyes tapasztalat alapján, hogy ott mik történnek, egyre inkább erősíti az emberben ezt a fajta aggodalmat, hiszen azok a feszültségek, azok a problémák,
amik ott jelentkeznek, azok ezekkel az emberekkel együtt importálódnak Európába, importálódnak az Európai Unióba. És amikor megdöbbentünk azon, hogy Franciaországban annak az atyának a torkát elvágták, kivégezték ott a nyár folyamán, vagy hallottuk a másik történetet, hogy atya egy bevándorló mondta, hogy leszeretne fürödni, beengedte, lefürdette, talán még enni is adott neki, és amikor pénzt nem adott neki, akkor az illető kést rántott, és megpróbálta megszurkálni. Amikor ezek a történetek előfordulnak, akkor mi úgy gondoljuk, hogy hát ez hogy lehetséges, miközben abban a térségben, ahonnan ezek az emberek jönnek, ezek az esetek bizony nap mint nap megtörténnek, ott a kereszténységet a nyugattal azonosítják, és mindent, ami keresztény, mindent, amit nyugati, azt támadnak. Pontos azért, mert a nyugatban azt az erőt látják, akik jól élnek, és ők pedig rosszul élnek, azt nem mindenki teszi hozzá, hogy ki mennyit dolgozik, és azért, ha igazságosak vagyunk, azért azt is tegyük hozzá, hogy bizony nem Magyarországnak, de más nyugati vagy észak-atlanti országoknak egyébként van is abban része, hogy az ő ásványkincseikből nem ők gazdagodnak, hanem nagy nemzetközi vállalatok gazdagodnak. És azt látják csak, hogy jönnek az európaiak, és ami az ő jólétükat biztosítaná, annak egy részét elviszik. Amikor pontosan erről is ott megkérdeztem ezeket a közel-keleti egyházi vezetőket, akkor mondták, hogy azért ne nézzük őket teljesen naívnak, ne nézzük őket futóbolondnak, hogy azt gondoljuk, hogyha egy nyugati katona megjelenik az ő szülőföldjükön, akkor ők elhiszik, hogy ez az ő érdeküket szolgálja. Azért az nekik is leesik, hogy odajön egy nyugati országnak a katonája, az annak a nyugati országnak az érdekét szolgálja. Rövid távon, középtávon, hosszú távon. És nem azt fogja nézni, hogy mi jó az ott levő szíreknek, irakiaknak vagy másoknak, hanem bizony ezeket a nyugati érdekeket szolgálja. Persze az is fontos volt számomra a velük való találkozásban, hogy mindenki azt mondta, hogy azon dolgozik, hogy a saját országukban ezek az emberek boldogulni tudnak. Van olyan egyházi vezető, aki alapot hozott létre, hogy hogyan hozzák haza azokat a fiatalokat, akik Nyugat-Európába mentek, hogy újra a szülőföldjükön tudjanak boldogulni. Bízunk benne, hogy ezt tudjuk szolgálni. Hiszen az a politika, ami arra épül, hogy tömegesen hívja be ezeket az embereket, és ezzel szemben azt mondják, hogy az a politika, ami Magyarországon van, az antihumánus, a behívó meg humánus. Ez úgy lehet, hogy a felszínes szemlélőnek első blikre, aki csak egy sornyit tájékozódik ezekből az ismeretekből, az hihető. De valójában az humánus, ha azt mondjuk ezeknek az embereknek, hogy hagyd ott a családodat, mert ahogy a polgármester is mondta, a többség nem családos túljött, hanem egyenként jön. Hagyd ott a családodat, hagyd ott a végzettségeddel szerzett munkádat, a vagyonodat, a barátaidat, a saját hazádhoz kötő mindenfajta szálat, és tömegesen költözz át Európába, és végezd el azt a munkát, amit az európaiaknak már nincs kedve elvégezni. Ennek minden része vérzik, mert nem fogja elvégezni azt a munkát egyébként, amit az európaiak sem végeznek, erre majd a később még visszatérek, de ez lenne a humanitárius szemlélet, hogy azt az embert igazából azok, akik ösztönzik ezt a fajta bevándorlási hullámot, ugyanúgy, mint anno a rómaiak, csak egyfajta beszélőszerszámnak tartják, akit kiemelek onnan, pár ezer kilométerrel később leteszek ide, és csinálja azt, amit mondok, csinálja úgy, ahogy kérem tőle, és az ő valódi érdekeit nem veszem figyelembe, az, hogy ő a saját országában boldogulhasson. Mert azt sokszor elmondtuk, és szerintem az itt levők többsége is, az önök többsége is el tudja mondani, hogy mindenkinek ahhoz van joga, hogy a saját szülőföldjén békében, gyarapodásban boldogulni tudjon, ott tudjon élni. Nyilván a világnak nagyon kis része, pár százaléka, aki azon az életszínvonalon él, mint a németek. De nincs is egy olyan általános emberi, hogy mindenkinek joga van az, hogy úgy éljen, mint a németek. Ráadásul, ha mindenki oda költözne Németországba, akkor a németek se élnének úgy, mint ahogy korábban. Éppen ezért itt a szülőföldön való békés gyarapodásnak és boldogulásnak a lehetőségeit kell mindenki részéről megteremteni. Ez az, amit mi szeretnénk a saját eszközeinkkel is szolgálni. Ami még számra furcsa volt akkor, amikor elmentem Fótra, ahol a mi tárcánkhoz tartozó ilyen bevándor, vagy ilyen kiskorúakat fogadó központ van, ugye úgy hívjuk őket, egy kísérő nélküli kiskorú, vagy egy gyerek, aki nem a szüleivel érkezik, nem egy rokonnal érkezik, aki felnőtt lenne, tehát nincs, aki gondját viselje. Mi úgy döntöttünk, mi és Dánia, ez a két Európai Uniós ország van, hogy nem teszünk különbséget a illegálisan érkező gyerek migránsok és a magyar árva gyerekek között, hogy egyszerűen fogalmazzak, vagy azok között, akikről a szüleik nem gondoskodnak, hanem ugyanazt az ellátást kapja mindenki. Így bélyegeznek meg minket egyébként antihumánusnak, hogy Dániával azt hiszem mi vagyunk ketten összesen, akik ezt garantáltuk.
és jöttek oda ezek a fiatalok. Én is elmentem, és beszéltem ott a vezetőkkel, hogy mit tapasztalnak. És mondták, hogy azt hiszem 3500 fiatal fordult ott meg ott egy év alatt. Egyetlen egynél volt ezek közül útlevél. Arról is kiderült, hogy hamis útlevél volt. De majdnem mindegyiknél volt mobiltelefon. Kérdezem én, hogyha a vándorlás viszontagságai között azt elfogadom, hogy sok ember elveszti az okmányait, elveszt ezt, azt, amazt. De az hogy lehetséges, hogy az útlevelit mindenki elvesztette, de a mobiltelefonját, meg egyesek a pendrive-jukat, vagy mást meg megőriztek. Nem tartom életszerűnek. Inkább a szervezettségre utal sokkal inkább, mintha ki lennének oktatva arra, hogy az útlevelőket igenis veszítsék el, de a mobiljukat tartsák meg, mert azzal tudják az otthoniakkal, meg az embercsempészekkel a kapcsolatot tartani. És az is furcsa volt számomra, hogy hogyan kerültek Angela Merkel fotók és poszterek a bevándorlók kezébe. Emlékeznek, hogy vonultak, és Angela Merkel képét tették föl. Ezt magukkal hozták onnantól kezdve? És végig a zsebükben egy Angela Merkel képpel jöttek, és azt meg tudták őrizni, csak az útlevelüket nem tudták megőrizni az út során. Ez mind azt mutatja, hogy hogyan használják ki ezt az óriási embertömeget, hogy amikor teljesen másfajta szándékok vannak, szervezettség van. Amikor szintén a befogadó állomáson jártam, és ott beszéltem ott nap mint nap migránsokkal foglalkozó emberekkel, nyilván ezeket a kiskorúkat ne úgy képzeljék el általában, hogy ezek 7-10 éves gyermekek, hanem olyanok, akik magukat 17 évesnek mondják, nyilván 98%-uk fiú, és úgy ránézésre nem azt mondanák önök, hogy 18 alatt, hanem azt, hogy 18 fölötti, tehát nincs semmi fajta személyi okirat, úgyhogy nem tudjuk megállapítani pontosan mennyi idősek, és bemondás alapján elfogadjuk, amit mondanak. Nyilván 2-3 nap vagy 2-3 hét után meg is szöknek, maximum egy pokrócot visznek magukkal, vagy a szomszédjuknak a farmerét, és soha nem látjuk őket. Egy-ketten fölbukkantak a hírekben, talán azokra még visszatérek. Nos, volt olyan, akinél találtak egy ilyen urdu nyelvű kis útbaigazító kis füzetecskét, ami rajta volt a Fóti tábor, ugye úgy hívják ezt a befogadó állomásunkat, a embercsempész nyelven, mert valószínűleg azért embercsempészektől kapták ezt az iratot, hogy Fóti tábor, elmondták, hogy ha azt mondod a határon, hogy kiskorú vagy, és ránézésre nem 40 évesnek tűnsz, akkor a Fóti táborba fognak vinni, ahol ilyen és ilyen ellátást kapsz, és akkor onnan hogyan, miként lehet adott esetben tovább is menni. Egy egész kis brossúra volt náluk, nem tudom, ezt a Soros Györgyféle civil szervezetek, vagy az embercsempészek nyomták a zsebükbe, de volt, aki ott is felejtette véletlenül ezt a urdu nyelven írt ilyen sorvezetőt. És ami még fontos volt, hogy szinte mindenki, amikor megérkezik, rögtön ott megtalálja a wifi-t, nyilván itt mindenkinek van wifi hozzáférés, aki megérkezik ebbe a táborba, és rögtön fölveszik a kapcsolatot az otthoniakkal, és lejelentkeznek, hogy megérkeztek Fótra. És bizony volt olyan eset, hogy megérkezett, visszajelzett otthonra, nem tudjuk ugye nyilván, hogy kivel beszél, semmifajta ilyen titkosszolgálati eszközünk erre nincsen, vagy nincs is lehetősége az ottani gondozóknak erre, nem is ez a feladatuk. És hát nyilvánvalóan szólt az otthoniaknak, az otthoniak kifizették az embercsempésznek a következő szakaszra szóló szállítási költséget, vagy csempészési díjat, utána megmondták, hogy hol legyen és mikor, ő kiugrott a táborból, ott volt, amikor kellett lennie, és vitték tovább a következő szakaszon. És ha ez egy ilyen befogadó táborban is így működik, ahol ellátjuk őket, tényleg mentálhigiénés szakember, speciális konyha van nekik, külön imaszobát alakítottunk ki, szőnyeggel, tolmácsokkal, étrenddel, de aki nem fogadja a mi étrendünket, saját konyhában főzhetnek, kaphatnak hozzá alapanyagot, sportprogramokkal, ott tábor területén szabad járkálással, meg amúgy is onnan is szabadon kimehetnek, minden ilyet biztosítunk, ami nyilván egy háborús körülményekhez képest egy teljes biztonság sokak számára. De mégis az otthoniakhoz jelentkeznek, egyébként teszem hozzá, tehát az otthoniak otthon vannak, tehát abban a házban élnek, ahol ez az illető fiatalember is élt, egy hónappal korábbanig, amikor elkezdődött az ő vándorlása, és elindult nyugat felé, a jólét felé. Tehát semmifajta olyasfajta támadásnak, háborús helyzetnek, agressziónak nincsenek kitéve a családtagjai, a hugai, szülei, ahogy a különböző leírásokból olvastam, hogy kik vannak otthon, vagy kiket hagytak otthon, ami miatt a többieknek el kellett volna indulni. Ők élik ott tovább a saját életüket, azon a nívon, azon körülmények között, ami ott garantált, csak ezt az egy családtagot küldték nyugatra, hogy a szociális juttatásokból, vagy valamilyen munkabérből, nem tudom ki milyen szándéka jött pontosan, de azt, ami a számára fölösleg, majd hazaküld, és ebből az otthoniak majd jobban élnek. Amikor azokat a híreket halljuk, hogy
vagy van, aki hazament kvázi nyári szünetben egy kis otthoni tartózkodásra, az egyrésztről nyilván az bizonyítja, hogy semmifajta embertelen körülmények közül nem jött el, mert hát visszamegy oda saját szabad akaratából, másrésztről a rokonai ott élnek, tehát továbbra is ez biztosított, csak a nyugati szociális ellátások azok sokkal nagyobb mértékűek. Október 2-ai népszavazás adhat a magyar kormánynak egy egyértelmű felhatalmazást, egy egyértelmű mandátumot, hogy megőrizze azt, amit mi itt Magyarországon értékként létrehoztunk, és ezt ne tegyük ki veszélynek. Ez egy olyan népszavazás, ami nem pártokról szól, nem lesznek ott pártlogók sem, kormánypárti pártlogók sem, ellenzéki pártlogók. Mindenki a maga belátása szerint egy európai kérdésben, egy nemzeti ügyben szavazhat, eldöntheti, hogy el akarja fogadni azt a diktátumot, azt a kötelező kényszerbetelepítési kvótát, amit Brüsszel rákényszerítene a tagállamokra. Olyan vezetők, akiket európai választók nem választottak meg, kitaláltak egy rendszert, amely a valóságtól elrugaszkodott, amely teljes mértékben a való élettel köszönő viszonyban sincs. Mi dönthetjük el, hogy ebben a kérdésben megengedjük ezt Brüsszelnek, vagy azt mondjuk, hogy nem, mi magyarok a saját életünkről, saját magunk akarunk egy döntést hozni, megállítani azt a brüsszeli álmokfutást, amit az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy-két évben láthattunk. Ez egy nem egy pártpolitikai ügy, ez egy nemzeti ügy, mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy igennel szavaz, nemmel szavaz, az egy óriási demokratikus lehetőség a magyar polgároknak, hogy először szavazhatnak az Európai Unió polgárai közül ebben a kérdésben. Nincs más ország, aki megkérdezte a saját állampolgárait, hogy mi legyen az ország véleménye ebben a kulcsfontosságú kérdésben, de nekünk magyaroknak először lehetőségünk nyílik erre, ezért érdemes ezzel mindenkinek élni. Harmadikán már hiába mondja valaki, hogy ő így vagy úgy szavazott, akkor már késő, másodikán kell elmenni, és késő egy hónap múlva, meg egy év múlva is visszagondolni, hogy bár elmentem volna szavazni, most kell október 2-án vélemény nyilvánítani erről a kérdésről, ami a 21. század első felének legfontosabb európai kérdése, összeeurópai kérdése és legfontosabb magyar nemzetpolitikai hosszú távú kérdése is. Ez a mostani helyzet, ez sokkal súlyosabb, sokkal több kockázatot hordoz, mint amit most még be tudunk látni, ezért fontos, hogy minél többen elmenjenek, és nem pártpolitikai hovatartozás alapján, nem pártpolitikai színek alapján, hanem a saját belátásuk szerint meghozzák a döntésüket, és az igen vagy a nem mellé odarakják azt az X-et. 2015-ben láthatta mindenki azt, hogy milyen migrációs nyomás fokozódik Európára, hiszen nagyon sokszor Magyarországon haladtak keresztül, a keleti pályaudvar teljesen máshogy nézett ki, mint ahogy azt megszokhattuk. Most le vannak zárva a határok, a bolgárok is erősítenek, a románok is, most úgy tűnik, hogy nyugodtabb a helyzet, nem akkor a nyomás. Milyen veszélyt lát ön a későbbiekben? Miért fontos, hogy október 2-án minél többen elmenjenek szavazni? Illegális bevándorlásnak korlátlan mértékű utánpótlása van. Közel-keleti térségben, észak-afrikai térségben ezek az embercsempész hálózatok már kiépítették az útvonalukat, és ha Európa nem állítja meg ezt az illegális népvándorlási hullámot, akkor ez folytatódni fog. A következő évtizedekben, a következő 10 évben, 20 évben, 30 évben, 40 évben, 50 évben 100 milliós nagyságrendben lesznek újabb olyan ország részek, vagy lesznek olyan kontinens részek, ahol 100 milliós nagyságrendben lesznek olyan emberek, akik útra kelhetnek, mert azt gondolják, hogy az ottani nehéz viszonyokhoz képest Európában jobb életkörülmények között élhetnek, és tudjuk, hogy ott sokkal több gyermek születik, sokkal nagyobb a népszaporulat, ezért vannak 100 milliók, akik akár útra kelhetnek a következő évszázadban. Ez viszont az európai társadalomnak, az európai kultúrának, az európai civilizációnak, az európai jólétnek és az európai kereszténységnek is nagy részt a végét jelenthetni, illetőleg egyfajta illegális hálózatot enged működni, aminek a révén jönnének be emberek, és nem a kontrollált, a törvényes módon, ahogy egyébként az elmúlt évtizedekben történt, hanem törvénytelen módon a szabályoknak a megszegésével. Mivel korlátlan az utánpótlás, ezért mondjuk azt, hogy meg kell állítani Brüsszelt, bár Kelet-Európában egyre többen gondolkoznak úgy, mint Magyarország, bár már Ausztria is katonákat küld ahhoz a déli határkerítéshez, aminek a felépítését egy évvel ezelőtt még ellenezte, de ettől függetlenül Brüsszelben még nem tettek le arról a tervükről, hogy emberek millióit illegálisan hívják be az Európai Unióba, és utána kényszerbetelepítési kvótákkal osszák szét évről évre őket az Európai Unión belül. Magyarország része az ő számításaik szerint közel 2% lenne minden évben, tehát ha megérkezik 100 illegális bevándorló, akkor közülük 2 Magyarországra küldenének, és hát nem 100 érkezett, hanem az elmúlt évben 1,5 millió, és az utánpótlás korlátlan. Ön szerint, hogyha sikeres
népszavazás az mit eredményezhet az Európai Unión belül a többi 26 tagállamban? Egy népszavazás a legerősebb legitimáció, a legerősebb felhatalmazás minden kormányzat számára. Éppen ezért nem tarthatjuk kizártnak, hogy más európai országokban is megmerik kérdezni az embereket. Magyarország az első, akinek van bátorsága megkérdezni az embereket, az emberek véleményét, és ebben a sorsfordító kérdésben az emberek véleménye alapján fogja a magyar kormány képviselni Brüsszelben Magyarország álláspontját. De bízunk benne, hogy máshol is sokkal inkább egy őszinte beszéd alakul erről, az a fajta manipuláció, az a fajta hírvisszafogás, ami jellemző volt, akár akkor, amikor a kölni erőszakról napokig nem lehetett Németországban tudósítani, amikor elhallgatnak híreket, nem számolnak be valós eseményekről, talán ennek az időszaknak előbb-utóbb vége szakadhat Európában, szabaddá válhat a sajtó az illegális bevándorlás kérdésében is, az emberek a hétköznapi tapasztalataikat láthatják viszont a hírekben, és onnantól kezdve talán egy józanabb megoldás lehet itt Európában, és mindenki visszaáll a törvényesség talajára, és Európa meg tudja védeni magát. Ebben a folyamatban a magyar népszavazás sorsfordító nekünk 100%-ban magyaroknak, de az Európai Unióban is a rokkő lehet, hiszen a magyarok az elsők, akik demokratikus népszavazás keretei között mondhatják el véleményüket. Aki arra buzdít, hogy valaki ne vegyen részt a népszavazáson, az embereknek a legalapvetőbb véleménynyilvánítási lehetőségét, a legalapvetőbb demokratikus alapjogát vonják kétségbe, hiszen mindenki, aki demokrata, annak a népszavazáson a részvételre kell buzdítani.